A Jobbik nem multi ellenes, csak helyzetbe kell hozni a mikro- és középvállalkozásokat, hangzott el a párt szerda esti fórum előtti sajtótájékoztatón. Takács Krisztián győri polgármesteréről szerint többfajta iparágra van szükség. Győrben a klasszikus győri ipar, gondolok a textiliparra, a vagongyárra, a kexgyár sajnos megszűnt. Ha ránézünk a győri, de úgy unblock a magyar ipar, azt látjuk, hogy a multinacionális cégek azok, akik meghatározzák. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 25 év kormányzati és városi politikája is arról szólt, hogy a multinacionális cégeket hozták helyzetbe. A Jobbik ezzel szemben a helyi magyar cégeket, a mikro, kis és középvállalkozásokat, illetve az egyéni vállalkozásokat szeretné helyzetbe hozni, a győri fiatalokat szeretné helyzetbe. Én azt gondolom, hogy Győrben nagyon sok tehetséges, kreatív fiatal van, akiket segíteni kell. A Jobbik alelnöke volt a győri rendezvény vendége. A párt második embere fontosnak tartja, hogy 25 év után legyen végre Magyarországnak önálló iparpolitikája, ami elsősorban a termelést támogatja. Ahhoz, hogy egy jóléti fordulat tudjon a gazdaságon belül bekövetkezni, elengedhetetlenül szükséges az, hogy a magyar kapacitások az ipar területén létrejöjjenek, fejlődjenek. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a Jobbik tervei szerint termelést támogató adórendszert kell Magyarországon életbe léptetni. Ez egy olyan adórendszer, amit fölvázoltunk parlamenti szintéren, ami az iparba, a mezőgazdaságba és a Magyarországra külföldi jövedelmet hozó turizmusba összpontosítja az adó kedvezményeket. A politikus Győrrel kapcsolatban megjegyezte, az országban a jó működő gazdasági pólusok lehetőségeit nem csökkenteni, hanem növelni kell. Hasonló növekedési pólusoknak nevezett területek, mint ami Győr térségében kialakult, az országban több helyen kialakultak, ezeket megfelelően kell tudni kezelni. Jelenleg annak lehetünk a tanulni, hogy ezektől a növekedési pólusoktól inkább elvonja a központi kormányzat a pénzt, a szegényebb régiók javára fordítja. Volner János az önkormányzati választással kapcsolatban kiemelte, jobb eredményre számít, mint 4 évvel ezelőtt, ugyanis országszerte mindenhol azt tapasztalta, hogy a Jobbik vált a második politikai erővé.